Múlt csütörtökön rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. A képviselők többek között döntöttek arról is, hogy a város megveszi a Takarékszövetkezet bezárt szabadságúti épületét, így továbbra is lesz ATM automata a város északi részén. Nagy tisztelettel köszöntöm a Városi Tévén keresztül közös lakosait, képviselőtestület tagjait, valamint a képviselőtestületülésünkre megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület tagjai hétfővel jelen vannak, igazoltam távol két fő. Az ülés határozat képviselő nyilvánítom és megnyitom. Az az ülés, amely az SMS-en, de három fő, köszönöm szépen, és hatalma vagyunk jelen, tehát ezt rögtön módosítom. És SMS rendelkezései alapján került összehívásra a mai rendkívüli testületi ülésünk. Két napirend kivételével a napirendi pontok írásban kiküldése kerültek. A 6-os és 7-es napirendi pontok most kerül kiosztásra, azért mert a világbizottsági döntés most született meg. Felteszem szavazásra a mai ülés napirendjeit, és kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Első napirendi pontunk, rá is térek, javaslat közösségi város önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendeletére az egészségügyi haraplátási körzetekről szóló 20/2016-os önkormányzati rendelet módosítására. Ajánlom, hogy pár szóban ismertesd meg rá. Köszönöm. A rendeleti javaslat arról szól, hogy a védőnői haraplátási körzetek számát csökkentsük. Eddig 4 védőnői körzet volt a városban. A szakvélemény szerint 3 indokolt, vagy 3 elég, 4 körzet fenntartása nem indokolt, és arról szól a rendeletmódosító javaslat, hogy a 4 körzetből 3 vegyes védőnői körzetet fogunk kialakítani. Ezt szakvélemény alapján tesszük, és a Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményezése alapján javaslom elfogadásra a testület. Kérdezem, ezzel kapcsolatosan van-e kérdése képviselőtársaimnak? Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl. Rendelet, módosítást, aki ezzel egyetértünk, készfényújtásra jelzem. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Második napirendi pontunk, javaslat ügyvédi feladatok vállalkozási formában történő ellátásához kapcsolódó feladatok ellátási szerződés megkötésére, és mint a jegyzőre kérem meg. Köszönöm szépen. Még a tavalyi egyik testület ülésen már szóba került, illetve adott kezdő önkormányzat egy ilyen szándékonyatkozatot, hogy amennyiben a védőnői szolgálat tagjai megalakítják a KFT-t, ami szeretnének, akkor a következőkben feladatellátási szerződést kell velük kötni, hogy a védőnői feladatokat ellássák a továbbiakban. Ez a feladatellátási szerződés tervezett most itt napirenden. Ebben a megbízó az önkormányzat és a Füzes Kicc elnevezésű KFT, aki a későbbiekben a védőnői feladatokat fogja ellátni, a megállapodás sokat tartalmaz ez tulajdonképpen. Benne van, hogy mi a megbízó joga kötelezettsége, illetve mi a megbízott védőnőknek a jogai kötelezettségei. Nem akarom ezt részletezni, megkapta mindenki, tehát ennyi. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatosan van-e kérdése képviselőtársaimnak? Képviselőasszony. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy gondolom egyetek felett a védőnökkel, és elfogadták ezeket a szerződési feltételeket, amik úgy látom, hogy kedvezőek, tehát és mindenre kiterjednek, de gondolom, hogy ez megtörtént. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy mikortól várható akkor, hogy ez a vállalkozási forma, ez már a idei évben a finanszírozás elhívására, ez meg fog-e valósulni. Természetesen egyeztetve lett a mai ülésünk is azért van, de megadom a szót. Köszönöm. Leegyeztettük többször is a védőnökkel. Ez a feladatellátási szerződés ahhoz kell, hogy ők működési engedélyt tudjanak kérni majd, és akkor utána indulhat elvileg szerintem márciustól. Köszönöm, további kérdés.
Amennyiben nincs szavazást teszünk a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem készvényújtásra érezze. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. Harmadik napirendi pont, javaslat Hűdösővárosi Önkormányzat létrejöjjön egy-egy szociális városi rehabilitációs program megvalósításába, Hűdösővárosban pályázathoz, a számla nyitására. Itt is azt még kérném, hogy pár szót folyamán, ez még a pályázat is. Ez a pályázatunk a szociális városi rehabilitációs program megvalósítása Fizesabonyban, a képviselőtestület döntött ennek benyújtásáról, és ebben a városi rehabilitációs programban humán programoknak a megvalósítására kerül sor a hátrányos helyzetű lakosságnak a körében. Ez egy széles lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására. Köszönöm szépen! Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés a valakinek. Amennyiben nincs szavazásra, teszem föl a hatányos javaslatot, aki ezzel egyetlen kérdésfényítása lesz. Megállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra kerül. Negyedik napirendi pontunk, javaslat Fizesővárosi Önkormányzat könyvtárral a tudási pályázathoz a számla nyitására. És ezt is megkérlek, hogy pár szóban foglald össze, mi is ez a pályázat. Itt a nyertes pályázat esetén a szabadás és iskolás gyermekek részére nyílik lehetőség szakkörökön és eddig nem működő fejlesztő programoknak a, hogy fejlesztő programokon vegyenek részt. Önkormányzati önerőt nem igényel, elkülönített számára majd a pályázati támogatást. Ezért van szükség ennél is, és az előző pályázatnál is az elkülönítette a számjelenítására. Köszönöm szépen! Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, a képviselőtestület tagjainak. Amennyiben nincs szavazásra, teszem fel a határozati javaslatot, akkor ezzel egyetért kérem készvényítása lesz. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra került. Ötös napirendi pont, javaslat. A Szabadságot 22 szám alatti voltak, ők szövetkezett ingatlan megvásárlására, nem adnám át gondos képviselőtársaknak. Ismét a szót inkább én ismertetném. Arról van szó, hogy köztudomásról településen, hogy a takarékszövetkezetbe integrálásra került a centrál takarékhoz, és ott az a döntés született, hogy a telepi fiúkat megszüntetik, illetve az automatát sem kívánják tovább működtetni. Mi egyeztettünk a takarék fiúk, vagy a centrál takarék vezetésével, és kerestük annak a lehetőségét, hogy milyen megoldást találnánk leginkább az automatára, illetve a fiúk visszanyitására. A fiúk visszanyitására nincs realitása, az elmondottak szerint. Az automatárnak viszont van. Két lehetőséget vázoltak fel, mi ezt adattuk meg, hogy ezt az épületet vásároljuk meg, hiszen itt van 9 millió forintos értékben lehet megvásárolni, és itt kialakítunk olyan feltételeket, amely biztosítja, hogy ott továbbiakban automata működjön. Úgyhogy azért erről is szól a megvásárlás egyrészt, másrészt nagyon jó helyen van az épület, és több elgondolás is van bele, hogy mit kezdhetnénk. Beletehetnénk az egyik pályázatunkban, ahol 15 önkormányzati lakást alakítunk ki, tehát egy cserével, mondjuk a tüdőgondozó lakásának a cseréjével, vagy körzeti gyerekorvosban is gondolkozhatunk, de utána a testületünk dönthet, hogy itt ezt miként hasznosítjuk. Röviden ennyiben szerettem volna tájékoztatni a testület tagját. Kérdezem, hogy kérdés van ezzel kapcsolatosan. Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem készfényújtásra érezni. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Hatos napirendi pontunk, javaslat Fizesővárosi Önkormányzat 2017 évi közbeszerzési terv egyes számú módosításának elfogadására. Mivel most osztották ki, ismét Smetszeni, dr. Balogh Szilvia kérdőt. Ismeretes a képviselőtestület előtt, minden évben el kell fogadnunk a közbeszerzési tervünket az év elején, és ekkor még nem látjuk azt, hogy az év során milyen közbeszerzéseknek a lefolytatására kerül sor, mert ez nagymértékben befolyásolja azt, hogy a benyújtott pályázataink közül melyik kerül elbírálásra az adott évben. És ezért van az, hogy most
be kellett hoznunk a közbeszerzési terv módosításunkat, hiszen a tavalyi év végén döntés született a művelődési ház külső felújítása projektünk tekintetében, és itt az építési munkáknak a elvégzése, az közbeszerzés köteles tevékenység. Ezt a tevékenységet, ezt a művelődési ház felújítását be kellett építenünk a közbeszerzési tervünkbe, és ezt tartalmazza az előterjesztés és az előterjesztés mellékletében szereplő táblázat. Ja, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan képviselőtársaimnak van a kérdése. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem, teszünk nyitásra lesz. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. Hetes napirendi pontunk, javaslat művelődési ház felújítása, Tüzesabonyban projekt szükséges önkormányzati forrás biztosítására. Nem tudom, Szilvi, ezt te vagy. Röviden foglalj be össze, hogy hogy alakultak ki ezek a számok. A pályázat 2016 évben került benyújtásra. Ebben a pályázatban a művelődési ház külső felújítására pályáztunk. Itt a homlokzati hőszigetelés, a külső nyílászárók teljes körű cseréje, a födémszigetelés és a tetőhéjazat, illetve szerkezetének cseréje, a napelem és a napkollektor felszerelése az épület részleges villamos, illetve melegvíz ellátására műszaki tartalommal került benyújtásra. A költségvetés az a 2016 évi költségvetési árakhoz és az elfogadott építési normanyújtemény alapján került megállapításra, és ehhez képest ugye a tavalyi év végén született meg a támogatói döntés. A döntés alapján az előbb említett közbeszerzést az önkormányzat lefolytatta, és a legalacsonyabb összegű ajánlat is jóval felette van a 2016 évi költségeknek. Ahhoz, hogy az önkormányzat ezt a projektjét meg tudja valósítani, az önerőt meg kell emelni, a korábban megállapított önerőnek az összegét, és további forrást kell biztosítani a pályázat benyújtásához, vagy a pályázatnak a megvalósításához. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 62.586.742 forint, és ehhez az önkormányzatnak a teljes beruházáshoz 26.796.997 forintot kell, vagy szükséges hozzátennie. Az előterjesztés arról szól, hogy a képviselőtestület a hiányzó fedezetet a fejlesztési alapterhére biztosítsa. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ezzel kapcsolatosan a kérdésük. Képviselősz. Közben elvesztettem a fonalat, hogy akkor most helyét kell hozzátenni a 62-t. Nem, a 26-ból. És akkor itt a határozati javaslat van, hogy akkor ennek keretében a polgárőrség részére még 1.500.000 Igen. A helyeket tartalmazza. Igen. Ezeket most kaptuk meg az érkezetet. Igen. Tehát, és van a visszatérítendő, az meg a 8.000.000 Visszatérítendő? A projekt az önkormányzat és a polgárőrök. Tehát a projekt az az önkormányzat és a polgárőrséggel közösen kerül megvalósításra, és a finanszírozás is így került megállapításra a támogató által. Az árajánlat kérőben külön szerepeltettük a napelemnek a költségeit, pontosan azért, mert a napelemnek a támogatását a polgárőrség kapta meg. A legalacsonyabb, vagyis igen, tehát a legalacsonyabb ajánlaton, ott a napelemnek a költségei 9.982.848 forintban kerültek meghatározásra. Ehhez a támogatás, a pályázatban biztosított támogatás 8.572.000, és korábbi pályázatokból ismert már a testület előtt, hogy a hiányzó fedezetet azt az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában át szokta adni a polgárőrségnek. Az előterjesztésben szerepel, hogy ebben a projektben is 1.510.350 forintot szükséges átadnunk a polgárőrség részére ahhoz, hogy az őrájuk eső részt meg tudják valósítani.
Ez, ha majd összeadjátok a számokat, itt van benne egy 100 000 forintos költség, ami az utalások, a számlavezetés költségeire is fedezetet biztosít, hogy ezt külön már ne kelljen visszahoznunk a testület elé. Köszönöm szépen. További kérdés? Köszönöm. Mennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat, ezzel egyetőként készülítésre jelezzem. Tartózkodás, egy tartózkodás és egy igennel tartózás kerül. 8-as napirendi pont, javaslat képviselő testületi határozat meghozatalára, van is képviselő társadalmi. Köszönöm az ott polgármester úr. Hát ugye a téma mindenki által ismerős, és egy olyan négy hívódokos pár az emberek fejébe, hogy a Soros György, amire azt gondolom, hogy mindenkit kell, hogy érintsen, vagy pozitívan, vagy negatívan. Ugye a magyar emberek, illetve a magyar nemzet már túl van egy nemzeti konzultáción. Ugye a kormány megkérdezte a magyar embereket, a szavazókat, hogy hogy vélekednek a Soros tervről. Ugye ennek mindenki ismeri az eredményét, nem kívánom külön ismételni. Én azt gondolom, és azért is előre bocsátom, fogom tudni támogatni ezt a határozati javaslatot, hogy ismertetni fog, hiszen a helyzet különösséges indokolja, hogy igenis a településeknek is ki kell nyilvánítani azt, hogy támogatják a Soros tervet, vagy nem, és hogyha nem, akkor miért nem, és hogyha nem támogatják, akkor csatlakoznak a magyar kormány azon igyekezetéhez, hogy igenis a magyar kormány, a magyar nemzet, a magyar nép döntse el, hogy kíván-e migránsokat befogadni az országba, vagy a településre, vagy nem. Úgyhogy szeretném ismertetni ezt a határozati javaslatot. Üdvözlöm, hogy város önkormányzat képviselő testülete 2018. január 25. ülésén úgy határozott, kinyilvánítja, hogy tiltakozik az ellen, hogy Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás szervező irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer dollárt osz szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Nem kíván Fizesabony sem bevándorlás szervező irodát, sem migráns tábort. Szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezett és a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. Üdvözlöm, város önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tiltakozó határozatát a térség országgyűlési képviselői útján juttassa el az országgyűlés részére. Ez volna a határozat javaslat, ezt kérném a képviselőtestületét támogassuk. Köszönöm szépen, nem tudom, van esetleg kérdés ezzel kapcsolatban. Kérdés észrevétel ezzel kapcsolatosan. Képviselő asszony. Hát véleményem lenne a határozati javaslattal kapcsolatban. Már csodálkoztam, amikor a napirendnek a címét láttam, hogy ilyen meghatározatlan nemű határozati javaslat, de aztán, amikor tovább olvastam, akkor láttam, hogy itt van az, amit tulajdonképpen már vártam, bár az elmúlt napok történései és hírei alapján azt hittem, hogy Fizesabony város önkormányzatának Fidesz frakciója nem tesz eleget ennek a kormányzati kérésnek, hogy ezt most idehozza. Én nem kívánok szavazni ebben a kérdésben, és nem azért, mert akár befogadó irodát vagy migránsokat szeretnék Fizesabonyba látni, de én úgy gondolom, hogy ameddig a kormányzat azokra a kérdésekre nem ad választ, amik az elmúlt napokban napvilágra kerültek, hogy hogyan van az mégis, hogy a több tízmilliárdos kormánypropaganda ellenére mégis befogadták a migránsokat, és hogy itt 10 milliárdokat költöttek állországvédésre, és a nemzeti, vagyis a nemzeti konzultációra, vagy a punta ellenes népszavazásra, és most, mint kiderült, többet fogadtak be, mint amennyit ugye a kvótában előírtak volna. Én azt gondolom, hogy amíg ezekre nem lesz válasz, addig ilyen jellegű, főleg, hogy egy város, egy önkormányzat ilyen jellegű határozatokat hozzon, én úgy gondolom, hogy nincs értelme, és addig nem kívánok ebben részt venni. Megpróbálok válaszolni az első, második részére. Én azt gondolom, hogy elmondtam már a tegnapi sajtótájékoztatón is, hogy azért, aki ebben a témában belássa magát, az igenis ássadja magát rendesen, hiszen ugye el kéne különböztetni a migránsokat és az oltalmazottakat. Ezt elmondtam, ez egy jó kérdés. Tehát a migrációt azt szerintem mindenki ismer, ezt nem kell külön kibontani. Az oltalmazottak azok a külföldi állampolgárok, akiket elkergettek az országból, nem megélhetésből vándoroltak ide, vagy éppen a jobblét érdekében, hanem üldözik őket politikai, fai, vallási, egyéb oknál fogva, erre majd egy nemzetközi egyezmény ennek tesz a kormány eleget. De ez már így van 20-30-50%, ez az egyik része. A másik része, szerintem ez a fontosabb. Mindig el szoktam mondani, hogy mi képviselők
azért vagyunk itt, mert minket a szavazók ide küldtek, hogy képviseljük Füzesabonyi várost. És ha mi képviselünk, nem döntünk ilyen fontos kérdésekben, vagy akár nem akarunk szavazni, akkor azért kérdőjelek itt vannak a fejben, hogy mit is keresünk mi? Tehát mi nem Gondos István vagyunk, nem Rakoltila vagyunk, mi képviselők vagyunk, akik képviseljük Füzesabonyi város lakosságát, és igenis nekünk döntenünk kell a tekintetben, hogy támogatjuk migrációt, vagy nem támogatjuk. Ebből a kérdésben nem lehet kibújni. Sem Jobbik, sem Fidesz, sem LMP, semmi, most semmilyen pártpolitikai kérdés nincsen. Itt nekünk Füzesabonyi város érdekét kell nézni, és én nem akarok itt migránsokat látni. De ebben nem lehet kibújni a kérdés, ahol szerintem tehát ez az a kérdés, amikor azt mondjuk, hogy igenis döntenünk kell. Igen, nem itt, hogy tartózkodás nincsen. Támogatom, vagy nem támogatom. Ez szerintem egy ilyen. Köszönöm. Köszönöm. Csak annyit szeretnék válaszolni, hogy még egyszer elmondom, hogy a leírtakat, tehát se Füzesabonyba, se az ország, se betelep, se migráns tábor, semmi ilyeneket nem szeretnék, természetesen szerintem senki sem szeretne ilyenek ezt a részét, de ugyanakkor, amiket elmondtam, és amikor én bármi ilyen javaslatot behoztam, pont fontos képviselő társam volt az, hogy azt mondta, országos politikát ne vigyünk a Füzesabonyi önkormányzat ülésére, és még napirenden sem engedte venni, úgyhogy én szerintem akkor most ez ilyen kicsit kettős mérce, de én fenntartom, amit mondtam, ebben a kormányzati közös országosan kiadott nyilatkozatban nem szeretnék részt venni, minden mellett fenntartom, amiket eddig mondtam. Köszönjük. Tovább részvétem. Nekem csak egy részvétem lenne, amikor arról van szó, hogy civilek. És ugye sok támadás írja a magyar kormány, vagy magyarországi civilekkel kapcsolatban. Amikor arról van szó, hogy Füzesabonyi civilek, akkor nekem eszembe jutnak a polgárok, természetesen az önkéntes tűzoltók, a Baba-Mama klub, és számos olyan civil szervezet, ami Füzesabonyban él és dolgozik, és számomra ők az igazi civil szervezetek. Abban abszolút tudok csatlakozni a gondos képviselőtársam által elmondottakhoz, hogy semmiféle ácivil, ápolitikai, vagy nem á, de politikai tevékenységet folytató és ezt a migrációt támogató szervezetet én nem kívánok Füzesabonyban látni. Én azt gondolom, hogy a mi kis városom nagyon jól érzi magát a mostani civil környezetében, és ez maradjon is ilyen nyugodt és békés. Köszönöm. Köszönöm. Akkor további észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs szavazásra, teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem szavazzon. Tartózkodás ellenvélem, képviselő azt, hogy nem szavazott. Ja, akkor őt igényem akkor. Köszönöm szépen. A mai képviselőtestület végére értünk. Köszönöm a munkát.